Szeretettel üdvözlök mindenkit ez a mozgásban a 21. század intézet műsora, én Ferko Dániel vagyok. Az emberiség történetének és evolúciós folyamatának feltárása nem csak a múlt kérdése, hanem a jelené és a jövői. Örökös változás és állandó alkalmazkodás jellemez bennünket, de egyre többször vetődik fel, hogy milyen irányba tartunk jelenleg, és miként fejlődünk tovább. Egyáltalán tartunk még valamerre? Vajon milyen lesz a jövő embere, a megnyíló transzhumán perspektíva után engedünk a poszthumán kísértésnek? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat a mozgásban mai adásában, amely egyben a Mire készüljünk című műsor sorozatunk első darabja. Vendégeink pedig Lánci András, Széchenyi filozófus és Böszörményi Nagy Gergely, a Brain Bar jövőfesztivál alapítója. Nagy téma, kezdjük onnan, hogy a 19. században a darwini elmélet, a 20. században a gazdasági fejlődés ténye biztosította az örökös haladás gondolatának lendületét, már azonban egy kicsit azt látjuk, mint hogyha ez a progresszió, amit nagyon hangsúlyoztak korábban, kimerült volna. Elbizonytalanodó században élünk, egyáltalán létezik még ez a szép új világ, amit korábban megénekeltek? Hát valakinek, biztos, sőt, ez nem valakinek, elég sok embernek ez, és azt kell mondani, a nyugati kultúrának azért ez egy erős eleme, hogy ma azt mondani, hogy nincs haladás, ez így kerekteret nem sok ember mondja ki. Vagy aki kimondja, azt mondja, hogy ez rögtön értékel, és azt mondja, hogy ez nem jó. De itt nem csak a, a, az evolúcióról van szó, hanem a, a történelem felfedezéséről, tehát ezek egy párhuzamosan haladó dolgok, tehát Darwin előtt azért már ott van a jelentős történetfilozófiai átalakulás, és hát itt főként Hegel nevét kell mondani, aki sokkal jelentősebb, mint ahogy mi le szoktuk darálni, akár egy órán, vagy bármilyen beszélgetésben, de ő volt az, aki először igazából, a, 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 a progressziónak a, a gondolatát tartalmilag előállította. Még nem azon a, azon a technológiai szinten és körülmények között, ahogy ma beszélünk erről, de pontosan az, hogy ami, amit az ember csinál, az nem a, a valahonnan tart valahová, hanem, hanem tart valahonnan nagyon is határozott irányal, céllal, és hát ebbe van végül is a progresszió eszméje belehelyezve, ami tegnap jó volt, ma nem jó, és hát ezért nevezik modern kornak azt, amit nevezünk, mert modern azt jelenti, hogy új, vagyis egy központi és lényeges fogalom van, ez pedig az újnak a feltétlen tisztelete, egy új dolog az biztos, hogy jobb, mint a régi. Ezen áll vagy bukik ez a fajta gondolkodás. Hogy ez megkérdőjeleződötte mindig is megkérdőjeleződik, néha felerősödik. Szerintem most egy kicsit erősebben lehet érezni, hogy ez nem feltétlenül van így. Most, ha már az újat említette, jövőbe és a futurológiának az állandó kérdése az, hogy vajon milyen gazdasági, politikai, társadalmi viszonyok között fogunk élni 5-10-20-30 száz év múlva, ezt kutatja ezt a, a futurológia, de kicsit a 21. században úgy tűnik, hogy óvatlan lenne bármilyen prognózist mondani, annyira gyorsan történnek a dolgok, válságok jönnek, mennek. Az evolúció fogalma az valamiért az elmúlt évtizedekben egy ilyen szinonimaként merül fel a haladással, meg az előrelépéssel, a növekedéssel és minden lineáris folyamattal, de ez valójában sose jelentette azt. Hogy az evolúciónak ugyanúgy vannak és lehetnek vakvágányai. A evolúció sokkal közelebb áll tartalmában a változáshoz, mint a, mint a haladáshoz eredetileg, és szerintem Darwin is így értelmezte a maga idejében ezt. <kül> és vannak az evolúciónak olyan csúcs teljesítményei, amik adott esetben sokáig versenyképesek, és vannak olyanok, amik nagyon hamar elbuknak. Szeretnék itt kicsit játékosan egyszerre talán többféle példát is behozni. Tehát például miközben a nagy környezetvédő szervezetek, azok jellemzően a pandával reklámozzák magukat. Pandának az evolúciós jelentősége rendkívül csekély, mondhatjuk egy evolúciós vakvágánynak is, miközben a planktonok jelentősége az ökoszisztémában rendkívül fontos. Mondok más példát, a krokodilok, vagy éppen a cápák 200 millió éve változatlan konstrukciók, és nagyon sikeresek, vagy a Volkswagen Transporter kettes számú gépjárművet, azt 20 évig gyártották, hogy gyakorlatilag hozzá se kellett nyúlni, mert annyira jó konstrukció volt. Más autók meg egy év alatt kimennek a divatból. Nagyon fontos, hogy és visszautalnék arra, amit András mondott, hogy, hogy az, hogy valami új, az véletlenül se jelenti azt, hogy időtálló. Szerintem a mi hozzáállásunk vagy attitűdünk az pont arról szól, hogy adjuk meg az időt, a lehetőséget, hogy kiállja el valami az időpróbát, és azt fogadjuk el, támogatjuk, <coughs> szeretjük és igyekszünk megőrizni, amiről tudjuk azt, hogy valamilyen módon képes kiállni ezeket a megpróbáltatásokat. Említettük már a válságokat, legalábbis én biztosan felhoztam. Most az elmúlt években volt belőle számos klímaváltozás, hát ez egy állandó, itt van velünk, a koronavírus járvány, mondjuk ez is sajnos itt lesz velünk, az orosz-ukrán háború még mindig itt van velünk, és azok, akik a jövőben reménykednek, egy kicsit azért kedvüket szegi ez a sok hát súlyos válság, amiben vagyunk. Az optimista jövőképpel rend szemben rendre ott van a pessimista jövőképnek a perspektívája, amikor a technológiai haladásról beszélünk, akkor mely melyik nézőpont a helyes? Na, no, először is uh, um... Tehát az, hogy mi most válságos időt élünk, semmivel se élünk több válsággal, mint bármikor az ember él. Mi most föl tudjuk sorolni, mert annyira frissek ezek az itt felsorolt tapasztalataink, de hát azért ennél borzalmasabb dolgok is történtek már ugye az emberekkel, és állandóan folyamatosan ez zajló. Ami, ami meglepi a, a mai embert, az, hogy sokan azt hitték, hogy, hogy mindenre van megoldás. Tehát attól, hogy most jön egy, egy járvány, mondjuk valamilyen vírus, hát jó, tehát végül is adjunk már öt percet a laboratóriumba a kollégáknak, és utána majd előállnak, és most valami olyasmi azért történt, elég hamar született megoldás, de nem biztos, hogy, és tudjuk, hogy nincs egy csomó mindenre gyors megoldás, itt az, az, a, az, a, az emberi életben az a furcsaság vagy kettőség nyilvánul ebben meg hogy hogy egyrészt nagyon büszkék vagyunk mindig magunkra, amit elértünk, ugye ez a progresszivitásban, ez egy, ennélkül nem, nincs öntudata a progressziónak, hogy büszkék vagyunk arra, hogy mit értünk el, ugyanakkor meg állandóan hiány lép fel, mert még az sincs meg, ez sincs meg, és itt tovább, és itt tovább, és ezért van egy állandó elégedetlenség. És hogyha ez a két nem, nem, halad elég gyorsan, bármit is jelentsen a gyorsan, akkor, akkor elégedetlenség lép fel, akkor nem tudom én, klímaszorongás áll elő, és én nem tudom még milyen dolgokat szoktak elmondani, holott az, az, az alapvető probléma az, hogy amire Ortega igazod, nagyon jól ráérzett a 20. század első harmadában, hogy valójában azt hiszük, hogy a civilizáció, meg a technológia fejlődése, minden, amit az ember manipuláció révén létrehoz, hogy az, az, úgy, az ugyanolyan magától értetődően van, mint egy természeti jelenség. És erre mondja azt, hogy hát ezért viszont állandóan tenni kell. Tehát a civilizáció abban a pillanatban bebukik, ha ezért nem, nem tesszük meg mindent, hogy a civilizáció fenntartó elveket és ez, ebbe, hogy nem, ez, meg itt van a nevelésnek a problémája, amire azt hiszik, hogy hát ez az úgy, igazából nem is foglalkozunk vele. Majd a technológiai környezet megoldja, mindenre procedúra van, mindenre intézmények vannak, és valójában elég hátra tenni a kezünket, és, és minden haladom. Ez egy, az a kérdés, és akkor ezzel zárom itt most, az a kérdés, hogy egy adott pillanatban az emberek mit gondolnak arról, hogy számukra mi a jó élet, és itt van beépítve a progressziónak egy, hát szerintem perverz gondolata, hogy, hogy, hogy bármit érsz el, az sem elég, tehát az elégedetlenség az egy alap ö, érzés. Belekapaszkodnék ebbe, amit mondott Lánci András, hogy egy fontos kérdést feltenni, hogy mi a jó élet nekünk embereknek. És ugye itt van a technológiai haladás adta lehetőségek, a mesterséges intelligencia, a chat GPT, a robotika fejlődése. Na most hogyan áll ez az emberrel? Tehát ezek a, a vívmányok, ezek befolyásolják érdemben az ember önmagáról alkotott képét? Erre is válaszolnék, de hadd térjék egy kicsit vissza az Jó, előző kérdés, az amikor az optimizmus, pessimizmus témát beszélgettük. Tehát az a, a probléma, hogy eh, amikor eh, nem hiszünk a jövőben, vagy egyre kevésbé hiszünk benne, és eh, úgy van, ahogy az, az el is hangzott, hogy eh, most divat nem hinni benne, eh, akkor egyre inkább eh, helyettesítjük a jövővel kapcsolatban tett erőfeszítéseket, és ebben minden beleértendő, a családalapítás is, meg a fontos iparágokba való befektetés is például. Rövidtávú figyelmünket, a tudatunkat elterelő ügyekkel, mint amilyen például a videójáték. Ezt azért mondom, mert amikor András azt a kérdést veszegeti, hogy ki tesz meg és mit a jövőért, akkor látnunk kell azt, hogy ma például a videójátékiparban nagyságrendileg több pénz és figyelem megy, mint mondjuk az energetikába. Itt vagyunk egy sokszoros energiaválság közepén, de egyébként a fúziós erőművek, vagy a nukleáris erőművek következő generációjának a kifejlesztésébe kevesebb pénz megy, mint az online kereskedelembe, vagy a gamingbe. Tehát itt valahol a prioritások a progresszió mentén súlyosan talajt vesztettek, és amikor azokat a technológiákat vizsgáljuk, mint amilyen a ChatGPT is, akkor ezen kívül fel kell tenni egy másik fontos kérdést is, azon kívül, hogy vajon jó-e, hogy erre megy a pénz. Az, hogy az embernek ezt a sokszor bizonyított és viszonylag jól leírt az adaptációs képességét, vajon ez az adott technológia javítja, vagy nem. Nekem az a problémám a digitális technológiáknak a kulturális, vagy akár mondhatjuk evolúciós hatásával, hogy szemben a korábbi ipari forradalmakkal, amikor hát persze sok esetben a, a környezet kárára, de alapvetően az ember adaptációs képességét, az ember által ö, uralt erőforrások mennyiségét és szélességét, azok a technológiák, azok növelték, tehát az ember ö, befolyását, kiterjesztették és nevelték. Én úgy érzem, és talán nem vagyok ezzel egyedül, hogy az új technológiák, azok a kognitív képességeinknek a leépítésen keresztül az adaptációs képességeinket, azokat csökkentik. Tehát még mielőtt nagyon fognak tűnne ez a dolog, arra gondolok, hogyha egy egyetemista kiszervezi a, szöveg, a nyelvi munkát, a szövegalkotási munkát, ami a legfontosabb szoftvere az agynak a chatgpt nek akkor lehet, hogy ő úgy éli meg, hogy ügyes volt, mert spórolt magának időt, és ezt másra tudta fordítani, de valójában a legfontosabb emberi tevékenységet, ami megkülönböztet minket a, 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 a majmoktól, meg másoktól, azt, azt elkezdtük leépíteni. És hosszú távon lehet, hogy kitaláltunk egy ügyes számítógépes játékot, mert alapvetően ez, a, ez annak tűnik, de ez a kognitív kapacitásainkat, azokat a képességeinket, amik megkülönböztetnek bennünket, akár le is építheti. És szerintem itt érkezünk egy határhoz, hogy lehet, hogy az ember képes olyan technológiákat is létrehozni amik őt alapvető evolúciós szempontból inkább visszafejlesztik, nem pedig fejlesztik. Na most, a, és akkor itt a filozófushoz fordulok szerintem, a morális szempontokat, hogyha nézzük. Ugye azt látjuk, hogy a technológiai fejlődés az, az brutális gyorsasággal megy előre, de a mi morális állapotunk, viszonyaink azok nem feltétlenül tudják ezt lekövetni. Amiből ellentmondások lehetnek itt most konkrétan arra gondolok, hogy például a robotika kapcsán felmerül az, hogy, hogy, olyan, az ember olyan robotokat fejleszt ki, vagy a chatgpt t itt abba az irányba tereli, ami, ami, hát mondjuk az ember ellen fordul adott esetben, és mondjuk emberek ezt próbálják kihasználni a maguk javára másokkal szemben. Ez mondjuk morális problémákat felvethet, nem? Hát minden, tehát ami ember és ember között történik, akár közvetett módon is, az, az mind morális kérdéseket vet föl. Az első kérdés az, hogy az ember, mint lény, változott-e bármit is az elmúlt pár ezer évben? Mert ha változott, akkor nem érvényesek azok a morális hát bölcsességek és egyáltalán szabályok, szokások, amik mindezt befolyásolják, most hagyjuk a, ennek a tudatos irányítását. Az ember morális értelemben, ezt szokták mondani, hát morális értelemben nem fejlődtünk annyit, és nem tudom, hogy micsoda. Miért fejlődtünk volna? Tehát a, a, a minél több gép van, annál bonyolultabb az egész társadalmi viszonyrendszer. Na de egy dolgot nem tud egy gép se megoldani, az, hogy aki, tehát aki rendelkezik arról, hogy gépeket állítsunk elő, vagy ilyet állítsunk elő, vagy olyan virtuális, nem tudom én, játékokat és egyebeket, a, leg, a legtetején valaki dönt, és ez mindig egy ember. Az, hogy a robot ellene fordul, és aki kitalálja, hogy mit, hogyan, meg nem tudom, én ebben nem hiszek. ez, ez Szerintem ez egy, ez egy képtelenség, mert ez azt jelenteni, hogy valójában megfejtettük a létezés titkát. De ez egy akkora paradoxon, hogy ez, ez, ez egy paradoxon ebben a formában. Mert mit fogunk, De csak egy még tökéletesebb gépet állítunk elő, egy még, 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 de a, mivel emberek közötti viszonyban jön lé, alakul ki, állítódik elő a gép is. A leg, legkülső burka ennek, ez nem egy technológiai probléma, hanem ez egy morális probléma, ami a hatalomban zajlik. És a hatalom az nem csak ami ott fönt zajlik, bár most ezt nagyon hangsúlyoztam, hogy, hogy valaki végül is rendelkezik e fölött. Egyébként ez semmi, semmi, új gondolat nincs, a C.S. lewis az emberiség felszámolása a könyve, mert ez, az már ott van 1940-es ez évek elején, ahol leírja, hogy na de hát rendben, és a technológia, így fejlődik, meg úgy, meg ezt történik, meg mi? És akkor azt mondja, lehet, hogy az emberek meg fognak változni ettől, de akkor nem érvényes semmi, amit eddig mondtunk. Na de egy dolog nem tud megváltozni, hogy ki uralja a technológiát, mert az, 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 az hatalmi kérdés, és azt szerintem ez az, az megkerülhetetlen. És ehhez teszem hozzá, ez egy morális kérdés. De, de tudjuk, és akkor most belemegyek egy konkrét dologba, hogy meg tudjuk uralni a technológiát, és úgyhogy a transzhumán folyamatra kérdeznék rá, ami ugye nagyjából arról szól, hogy az emberi testet kezdi átszűrni a technológia, mondok egy példát, 100 méteres gyorsfutók, hát fölrak magának egy, egy műlábat, és erről vitatkoznak, hogy egy rendes lábat levág valaki csak azért, hogy gyorsabban fusson, vagy olyan, olyan berendezéseket, kiplantátunk bele magának, ami mondjuk az ő élettartamát növeli. Ebben hol tartunk ebben a folyamatban? Tehát én azt gondolom, hogy szinte mindent lehet technológiának hívni. Amikor jobb sportfelszereléseket kezdtek előállítani, jobb futócipőt, vagy jobb hegymászófelszerelést, akkor az is egy technológiai segítség volt a sportolóknak, és rengeteg eredményt, azt ilyen értelemben a technológiának köszönhetnek, már a ma kiválóságai is. Én a jövőre nézve, lehet, hogy vitatkoznék Andrással abban, hogy, hogy, eljöhet az a pont, amikor az ember ebből az egyenletből olyan értelemben kikerül, és szerintem egy, ilyen értelemben egy veszélyes időszaknak köszönöm én vagyunk, círoztam, a köszönöm vagyok, hogy a mesterséges intelligenciát, azt a mesterséges intelligencia előállítói sem igazán értik, már a mostani szakaszában, ami nem egy igazán késői szakasz. Tehát régóta foglalkozunk mesterséges intelligenciával, a 20. század közepe óta, több köre fejlesztési hulláma volt, ennek több mánia alakult ki körülötte, most is egy mánia közepén vagyunk, és most már ott vagyunk, és mindig mást hívtak annak, elég primitív dolgokat hívtak kezdetben, azt egy kicsivel fejlettebb, aztán még fejlettebb dolgokat neveztek mesterséges intelligenciának, azt tudjuk, hogy ez nem intelligencia, ez kijelenthető, tehát és azért is jelenthető ki, mert nem tud, az emberi intelligenciát sem tudjuk jól leírni, innentől kezdve tudatosan nem tudjuk modellezni sem. Tehát a mesterséges intelligencia nem tud az emberi agy mintájára alakulni, ugyanis az emberi agyat még a, a vezető agykutatók sem állítják, hogy értik. Nem értjük a tudatot, nem értjük a lelket, nem tudjuk pontosan modellezni sem. Ennek ellenére már a mostani, Mesterséges intelligencia is tesz olyan dolgokat, amiket a saját alkotói nem tudnak feltétlenül megmagyarázni, nem tudnak előrejelezni. A kitalálója mondta, hogy ez probléma. Igen, és szerintem ez a történet, tehát hogy kikerül az uralmunk alól, ez akár viszonylag hamar meg is történhet. És eljöhet az a pont, amikor, ahogy, ahogy fogalmaztál, hogy a külső burokban van egy emberi tényező, de közvetetten bizonyos döntésekre az ember már nincs hatással. És akkor a felelősség egészen máshogy merül fel. Ugye ennek a, az egésznek egy nagyon plastikus területe, és egy ilyen sűrűsödési pontja az önvezető autók világa, ahol az, hogy ki felelős egy önvezető autó által okozott balesetért, adott esetben halálos balesetért. Az autógyár, a sofőr, aki bekapcsolta az Autopilot gombot, vagy ki, ez egy majdnem, a jelen rendszerben majdnem megfejtetetlen téma és kibogozhatatlan téma. Ráadásul még nem beszéltünk a különböző kultúrkörökről, tehát lehet, hogy más lesz a felelősség egy nyugati országban, egy közel országban vagy egy ázsiai országban, mert mások a normák és az elvárások. Tehát egy olyan dzsungelbe megyünk be, ahol nagyon nehéz lesz boldogulni a normák és a morális megfontolások között. Kompletten a relativizmus nem tudom hova, ugyanígy, mint a halad minden, a morális relativizmus is egyre, egyre, egyre több területen válik normává. Ez zajlik az elmúlt száz évben lényegében, és Konkrétan ezért kerülnek ki többek között a halálos, tehát ítélet, hogy az ne legyen, és mindig megvannak a különböző, hogy, hogy valójában nagyon elnéző az ember önmaga iránt. Sőt, az elmúlt évszázadokban <coughs> azzal kezdődött az egész, hogy negatív, korábban negatív, morális tulajdonságokkal azt mondták, hogy hát tulajdonképpen azok lehet, hogy hasznosak is lehetnek számunkra, nem, nem, kell feltétlenül úgy rájuk nézni, luxusfogyasztás, vagy dőzsölés, vagy nem tudom én micsoda. Eutanázia. Eutana hát, hát pláne, de beletartozik minden, ami a reprodukcióval kapcsolatos, az abortus és itt tovább, abortus és itt, ezek mind, 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 itt vannak, és akkor ezek mind relativizálódnak. Most, hogyha ha az ember úgy érzi, hogy, hogy állandó, ugye én már használtam a paradoxon szót, szóval, mert ezt is lehet használni minden területen paradoxon. Tehát, hogy amire létrejön, az önmaga ellen fordul. És ez, ha ez minden területen bekötkezik, akkor az valami, az ember élet, hát én nem tudom, hogy az miféle élet lesz. Úgyhogy ettől lehet tartani ilyesmi, ezt, ez el tudom képzelni. De hát én egy nagyon egyszerű egy nagyon egyszerű ember vagyok. Én azt mondom, hogy most, most lehet, hogy most mosolyt fakasztok, de hát rendben van, hogy ez a gép úgy működik, hogy, hogy már nem is tudom kontrollálni, hát húzzuk ki a dugót. Igen. A transzhumán folyamatról beszélünk egy kicsit, ennek rengeteg hívője, hívője, van lényegében ennek a történetnek. Ez nem szó másról, mint arról, hogy a technológia, az emberi humánumot, a testet átszögi a technológia, és eljuthatunk egy olyan szintre, ami egyfajta örök életet eredményez, ezt is megfogalmazza számos transzhumán hívő ember, egyfajta önmegváltás, ez mit, mit gondolnak erről? Zajlanak mindenféle kutatásfejlesztési folyamatok az emberi életnek a radikális meghosszabbítására. Ezek egy része realisztikus, egy része pedig skifi. Többféle irány van, van olyan irány, ami egy biológiai típusú beavatkozás kiötléséről szól. Rengeteg pénz megy olyan kutatásokba, ami az öregedésért felelős géneknek és biológiai folyamatoknak a gyógyítását, megfordítását, ilyesmit céloz. És van egy ettől elég eltérő megközelítés, ezt inkább az skifihez lehet sorolni, de ugyanakkor nem elképzelhetetlen mai tudásunk alapján, ami arról szól, hogy a fizikai testet, annak a hanyatlását elfogadják viszont a tudatnak a digitalizációján keresztül, gépi típusú megőrzésen keresztül gyakorlatilag azt a fajta alapvetően kognitív karaktert, ami egy adott személyiségre egyedileg jellemző, azt átmentik a digitális térbe. Ugye ma már vannak élő úgymond demo technológiák arra vonatkozóan, hogy olyanokkal beszélgessünk, cseteljünk, akik már nem élnek, mert a levelezésüket, a szókincsüket, az életművüket feltöltik a digitális térbe, és ezáltal egy mesterség és intelligencia képes válaszokat alkotni az ő ízlésük, stílusuk, állításaik mentén, már a haláluk után is, hogyha felteszünk kérdéseket neki. Szerintem ez egy, inkább ez egy optikai csalódás, tehát vagy csúnyább szóval parasztvakításnak tartom, de valóban nagyon sokan érdekeltek, sok gazdag ember érdekelt ilyen kutatásokban. Tehát, és általában, hogyha valamiben rengeteg pénz és figyelem megy, akkor előbb-utóbb az valamiféle eredményt hoz. E, azt gondolom, hogy ez a fajta elég pervers e, hobbi, e, ez velünk lesz a következő időszakban, és minél inkább egzisztenciális félelmek uralják egyébként az eliteket is, ideértve például a kockáti befektetőket, a technológusokat is, akik előszeretettel vásárolnak bunkereket maguknak, és mindenféle titkos bázisokat a világ végén. Addig ők, tehát amíg ők félnek, és láthatóan vannak félelmeik, addig ők ilyen technológiákba intenzíven be fognak fektetni. A professzor úr nem reagál akkor erre. de, de jó, hogy nem, nem <laughs> lehetne reagálni, mert ezek jó témák és érdekes dolgokat hallok. Um, igen, ez, 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 ebben van egy csomó paraszt, valaki, tehát csak az első kérdés nincs föltéve, miért is kell meghosszabbítani az életet? És mennyi legyen az a hosszú vagy örök élet? Na most az, az, a, 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 előbb, egyelőre még az, hogy, hogy hogy mi az élet, még azt sem tudjuk, de már örökké szeretnénk, mert teljesen ö, földhöz ragadt, ö, hát nem mondjam, primitív elképzelések ezek arról, hogy, hogy egyáltalán mi a létezés, és mi, mi, mi az, ami, amiről itt beszélünk. Tehát amíg az élet értelmét nem tudjuk megfogalmazni, azonosítani egy-két fizikai sztenderdel, hogy hosszú, meg vastag, meg nem tudom milyen, hát az, az, azzal morálisan mit értünk el? Csak egyre primitívebb, de az azt jelenti, hogy valami állatias létet szeretnénk, mint az állat. Teljesen, önmagáért azonos. Való. Önmagáért. önmagáért való. Igen. Hol van abban a, tehát a morális, hát mindent, amit eddig elértünk, azt mind, mint emberiség, mint közösség mint társadalmi lény, ez egy együttműködés, ez egy nagyon komoly egymásra utaltság. Nincs ilyen, hogy a tudós egy homlokához kap, és, és akkor ott előáll vala. ő megszedik a nagy gondot, vannak nagy gondolatok, de ez egy, egy megfelelő infrastruktúra nélkül, amiben morális elemek is vannak, ez képtelenség ezt elérni. Úgyhogy hát elszalad a fantáziánk azért, mert az eddigi valóságos, létező fizikai értelmevet természetből egyre inkább kiment az ember, kijött belőle, és ott aztán már tényleg az álom, a fantázia, a, a ja, ezt tényleg megvágtam a kezemet, vagy csak gondoltam, hogy megvágtam, nem tudom micsoda. Tehát egy olyan pszichés állapotba kerülhetnek az emberek, amitől szerintem joggal kéne félni. Mondok egy más példát, csak ha már autó, éppen most itt eszembe erről, hogy, hogy, hogy minden ilyen technológiai fejlődésnek nagyon sok jó oldala van, kényelmesebb, gyorsabb, stb. De az a helyzet, mióta az emberek többsége beült az autóba, mint hogyha időben, napra, órára az elhízás ott van az embereknek, az emberiség problémái között. Észak. És mindegyikre mellé lehet tenni egy ilyet, volt itt egy intellektuális, szellemi leépülés is bizonyos értem hogyha mindent kiadunk, mert nem, nem a én a csinálom. Navigáció is jó, például, a merautó. Tehát az, hogyha mindent megmond nekünk, hogy merre fordulsz, ugye akkor a kaland is az életből fogjárul, hiszen nem tévedünk el, nem ismerünk meg ismeretlen Elfelejtünk tájékozódni. Nem, el, el tájékozódni, nem találkozunk véletlenül emberekkel, igen. akikkel amúgy nem találkoznak. Tehát, vagy rengeteg, tehát a kényelem azt szerintem egy igen veszélyes dolog. És én ilyen értem a konjunktúrát, azt nem feltétlenül tartom kulturálisan egy fenntartható dolognak, egy, 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 egy olyan dolognak, ami, 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 hozzájárul az egyénnek vagy a közösségnek a ez. Hát nagy témák ezek, fontos témák, fogunk még erről beszélni, de most ennyi fért az adás. Balánci Andrásnak, mennyi Nagy Gergének köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm Nektek a szépen. figyelmet köszönöm, ez volt a mozgásban a 21. század intézet adása, és egy, ez a kezdete egy nagy műsor folyamnak, úgyhogy kövessetek bennünket a 21. század intézet Facebook oldalán is. Sziasztok!